Enikő, ez a 29. alföldi állattenyésztési napok itt Hódmezővásárhelyen. Ha jól számolom, én ebből a 29-ből 25-öt voltam itt. Te hányszor voltál itt? Az a baj, hogy én valószínűleg 29-szer, tehát ez rám nézve nem túl kecsegtető, mert ez a koromat is elárulja, de nem baj, erre büszke vagyok, úgyhogy én mindig itt voltam a kezdetektől. A kezdetek és amit most látunk 2022-ben, hát óriási a különbség a két év között. Miben? Hát az infrastruktúrában, azért itt csoda most már, amit varázsolt a rendező cég, úgyhogy ez nagyon szép. Hát másrészt pedig valószínű a mutatja az állattenyésztésnek a dinamikus fejlődését. Ugyan lehet egy kicsit mondani, hogy ez azért a kirakat, mert ugye ide azokat az állatokat hozzák, amit felkészítenek erre, amit szeretnének megmutatni. De én azt gondolom, hogy ha van miből válogatni, az már azt is jelzi, hogy az állattenyésztés van abban a helyzetben, hogy egy készül egy ilyen kiállításra. Az állattenyésztést a mezőgazdaság nehéz iparának szokták, illetve szoktuk nevezni. Most sincs könnyű helyzetben ez az ágazat. Noha egy picit most magasabbak lettek már a felvásárlási árak. Valóban ez egy nehéz ipar, ez egy 0-24-es szolgálat. Ha onnan indítunk, hogy vajon belegondolunk-e abba, amikor egy gyönyörű steaket látunk a tányérunkon, vagy egy tetszetős csirkecombot, vagy bármilyen húsfélét, hogy tulajdonképpen ez honnan indult, és micsoda verejtékes munka eredménye az, hogy ez a tányérunkra került. Most nagyon nehéz helyzetben van az állattenyésztés, azért, mert hát az energiaárak rettentően megnőttek. Volt egy nagyon-nagyon száraz időszakunk a pár nappal ezelőtti csapadékig, és hát van egy háborús helyzetünk, úgyhogy azt gondolom, hogy ez azért az állattenyésztést nem egy jó pozícióba helyezi. A felvásárlási árak kapcsán azok most mehetnek ugyan, de nem tudom, hogy tudják-e követni azokat az egyéb input árakat, ami begyűrűzik az állattenyésztésbe. Két éve, amióta a Covid is belépett az életünkbe, meg most ezek az egyéb dolgok ugye a háborúval is, talán egy picit jobban ránk vetítette a fényszórókat, hogy mennyire fontosak vagyunk mi, akik a mezőgazdaságban dolgozunk, illetve hát azok a termelők, azok az állattenyésztők. Azért ez valahol egy kicsit pozitív is, hogyha a mi megítélésünket nézzük. Nem gondolod? Mindenképpen az kell legyen, és nem is baj az, hogyha az élelmiszerboltban vásárló ember egy kicsit átgondolja, hogy minek az eredménye az, hogy ő teljes természetességgel emeli le az olajat például a polcról. Most, ha esetleg nyúl oda és nem tudja leemelni, akkor lehet, hogy átgondolja, hogy jaj, hát lehet olyan időszak, hogy nincs, mert már ezt mi nem szoktuk meg. Tehát az, hogy most kiürült a liszt, és most itt rebesgetnek sertéshús hiányt, és mi egymást, ugye ehhez nincs hozzászokva egyébként a magyar ember. De azért az egy nagy szerencse, hogy Magyarország az képes arra, hogy az embereit ellássa, úgyhogy talán nagy problémáink nem lesznek ebből. Enikő, neked is nagy rálátásod van a mezőgazdaságra, hiszen ugye minden héten megjelentetitek a magyar mezőgazdaságot, és hát a többi szaklapot már nem is említeném. Milyen évet vársz a 22-es gazdasági évtől? Hogy látod? Mik a kilátásaink? Én azt gondolom, hogy az a mennyiségű pénz, ami most a magyar mezőgazdaságba áramlik, és az a hatalmas lehetőség tár, amivel élhetnek ma a magyar gazdálkodók, az nyilván egy gyönyörű jövőt és egy gyönyörű jelent tud előrevetíteni, hogyha például a szántóföldi növénytermesztésre gondolunk, ha lesz egy esős jó évünk, a takarmányárak például, a gabonaárak az egekben vannak, tehát ők jó évet várhatnak. Ez kéne, hogy várjon az állattenyésztőkre is, és hát reméljük, hogy azért ők is tudnak majd ilyen szempontból bízni a jövőben, mert azért ott, ahogy mondtad, a felvásárlási árak most növekednek, és reméljük, hogy majd kiegyenlítődnek
ezzel a hatalmas energiaárakkal.